Univerzum bemutatja. Hugo Portis, gombaszakértő. Hölgyeim és uraim, tudják önök, hány gombafaj létezik a világon? Eddig nagyjából 100 000-et fedeztek fel, de egészen biztos, hogy ennél jóval többen vannak. A trópusi országokba induló expedíciók egyre újabb fajokra bukkannak. Egyes kutatók szerint a Földön akár 1,5 millió gombafaj is élhet. Közép-Európa sok különböző gombának ad otthont. Az itteni erdőkben mintegy 3000 kalapos gombafaj fordul elő. Minden évszakban fellelhetők, de különösen a nyarat és az őszt kedvelik. Tartsanak velünk egy utazásra a gombák összetett világába, amely mai számos rejtélyt és felfedezni valót tartogat a kíváncsiak számára. A gombák rejtélyes élete. Egy ősi szibériai legenda szerint a gombák az erdő gyermekei. Való igaz, a hasznos gombafajok 70%-a kizárólag az erdőben fordul elő. Az első gombák 400 millió éve jelentek meg a Földön, azóta hihetetlen sok különböző színű és formájú fajuk alakult ki, amelyek minden kontinenst meghódítottak. A gombák sokszor igen bizarr alakot öltenek, ám az élőlény általunk látott része csak a termőtest. Maga a gomba lehullott levelek vagy korhadó ágak alatt, illetve a talajban rejtőzik. Az élőlény maga számos apró, finom szálból áll. Elsőre azt hihetné az ember, hogy pókhálóval van dolga. A tudósok micéliumnak hívják ezt az állandóan növekvő, színtelen hálót. A gomba maga tehát élete végéig rejtve marad, csupán a spórákat tartalmazó kalap emelkedik a föld fölé. Első ránézésre azt mondhatná az ember, hogy a gombák és a növények igen hasonlóan növekednek. Azonban van köztük egy fontos különbség. Csak a növények állítanak elő klorofilt, amellyel energiát nyerhetnek a napból. A gombák nem képesek erre, ezért nem tartoznak a növények közé. A rovarokkal is van néhány közös tulajdonságuk. Ezt a szarvasbogarat kívülről vastag kitinpáncél borítja. Azonban nem csak a rovarok védik a testüket kitinnel, a gombák vázának is ez az anyag ad szilárdságot és formát. A gombák tehát nem állatok és nem növények, hanem egészen egyedülálló, nedvességhez kötött élőlények. Önálló országot alkotnak az élővilágon belül, amelynek a fő jellemzője a gyors szaporodás és növekedés.
Az emberek és gombák közötti kapcsolat igen régre nyúlik vissza, eredete a történelem homályába vész. A legkorábbi nyomok az egyiptomi sivatagba vezetnek. Időszámításunk előtt 1450 körül harmadik Thotmesz fáraó parancsára a nagy piramisoktól délre fekvő Karnak templom falait hatalmas festményekkel díszítették fel. A képek az uralkodó hadjáratait ábrázolták, amelyek révén egészen Kis-Ázsiáig jutott. A festmények készítői az élővilágot is megörökítették. Az egyik képen egy gomba is látható, ez talán a legrégebbi ábrázolás a világon. Néhány gombafaj már az ókorban is nagy népszerűségnek örvendett. Az egyik ilyen faj Németországban és Ausztriában is előfordul. A császárgomba különösen a meleg helyeket kedveli, ezért nem túl gyakori Ausztriában. Leggyakrabban a tölgyerdőkben és a szelíd gesztenyefák közelében él. A kalapja átmérője akár 20 cm is lehet. A római császárok teljesen oda voltak a császárgombáért, nem véletlen, hogy róluk kapta a nevét. Az egyszerű alattvalóknak egyből értesíteniük kellett a hatóságokat, ha ilyen gombát találtak, mivel ez az ínyenség az uralkodók számára volt fenntartva. Az ókori Róma lakói nagy kockázatot vállaltak, ha nem adták át a császárgombát az uralkodónak. Akár halálbüntetést is kaphattak ezért a szabálysértésért. A gombák több millió éves evolúciójuk során a legkedvezőtlenebb körülményekhez is sikeresen alkalmazkodtak. Sok fajuk a hideggel, a jéggel és a hóval is megbirkózik. A téli fülőke neve igencsak találó. Ez a gombafaj november és április között nő az erdőkben. A lombhullatófák ágain él kisebb csoportokban, különösen a füzeket és a nyárfákat kedveli, az ehető gombák közé tartozik. De nem csak a hótakaró fölött élnek gombák. Alatta is előfordulnak néhányan, így például az élénk színekben pompázó piros csészegomba. Bár a márciusi hó nem ritkaság, a gomba szezon már ekkor elkezdődik. Az ízletes kucsmagomba tavasszal nő a nyílt, elegyes és síkvidéki erdőkben. A gombarajongók különleges ínyentségként tartják számon. Rokona, a fattyú kucsmagomba szintén előfordul a zsenge fűszálak között. Azonban óvakodjunk, ha a gomba kalapja agyra emlékeztet. A mérgező, redős papsapka gomba nagyon hasonlít a kucsmagombára, ráadásul ugyanakkor nőnek, és mindketten szinte kizárólag fenyőerdőkben fordulnak elő. Ha közelebbről is megnézzük, jól láthatók a kalap agytekervényekre emlékeztető redői. Ha mérges gombát teszünk a pörköltbe, komoly veszélynek tesszük ki magunkat, egy ilyen hiba akár az életünkbe is kerülhet. A kolostorokban és az apácazárdákban az évszázadok alatt rengeteg tudás gyűlik össze a természetről. A Steyerországban található Admont kolostor sem kivételez alól. Lenyűgöző könyvtárában több mint 80 ezer kötetet őriznek, amelyek közül a legrégebbi 500 éves.
Már a 18. századra is igen sok tudást halmoztak fel a gombák megjelenéséről és arról, hogy melyik faj hol nő. A tudományos igényű kutatásokból néha valódi remek művek születtek. Évszázadokon át az ehető gombák álltak a figyelem középpontjában. Így az őseink igen hamar rájöttek, milyen ízletes fogás készíthető a rókagombából, és hogy lombhullató, valamint örökzöld erdőkben egyaránt megél. A rókagomba az ízletes vargányával és a nagy űzlábgombával együtt ma is a legnépszerűbb gombafajok közé tartozik. Nyáron és ősszel ez a sárga gomba igen keresett ínyenségnek számít a piacokon. A vargánya is nagy sikernek örvend, ám a rókagombához hasonlóan csak vadon fordul elő. Ha tehát nem a piacon vásároljuk meg ezeket a gombákat, akkor csak úgy szerezhetünk magunknak, ha felkutatjuk őket az erdőben. A selymes szárazkalapú egyedeket a mikológusok, azaz a gombaszakértők nyári vargányának hívják, már májusban megjelennek az erdőkben. A nyári vargánya a lombhullató erdőkben él, és különösen kedveli a tiszta tölgyerdőket. Néhány évtizeddel ezelőtt a tudósoknak sikerült bebizonyítaniuk, hogy bizonyos gombafajok és fák szoros kapcsolatban állnak egymással. Ez a fajta fajközi együttműködés nem csak a lombhullató erdőkben alakulhat ki, tűlevelű erdőkben is van rá bőven példa. Az ízletes vargánya kalapja sima és néha kissé nedves. Ez a faj a fenyőfákkal él szimbiózisban. Július közepén jelenik meg az erdőkben. Éppen a fákkal való szoros együttélés az oka annak, hogy a vargánya és sok más gomba kizárólag vadon terem. Első ránézésre nem sok jelét látni ennek a közeli kapcsolatnak. A gomba maga a szokás szerint a föld alatt él. A vargánya fonalai a vele szimbiózisban élő fa gyökerei köré tekerednek. Ezt a fajta együttélést mikorhizának nevezik, ami görögül gombás gyökeret jelent. A szimbiózis nem csak a gomba, hanem a fa számára is hasznos. Rengeteg kutatást végeztek azzal a céllal, hogy kiderítsék, hogyan termeszthetnék a vargányát üvegházban, ám hiába, ez a gomba az erdő gyermeke marad. Más gombafajok sokkal igénytelenebbek az élőhelyükkel kapcsolatban. Kiválóan megélnek ezekben az állandó hőmérsékleten tartott termekben, és külön erre a célra kikevert vékony talajrétegben. A micéliumot mesterségesen ágyazzák be a humusz és lótrágya keverékébe. Állandó öntözés mellett két héten belül a termőtestek is kifejlődnek. Íme a csiperke. Ausztriában és Németországban évente összesen 63 ezer tonna csiperkét termesztenek ezzel a módszerrel. Valószínűleg ez a legnépszerűbb ehető gomba. A csiperke 21 nap alatt érik meg a betakarításra az üvegházban. Miután szétválogatják, megmérik és becsomagolják őket, már készen is állnak arra, hogy az üzletek polcaira kerüljenek. A tömegesen termesztett csiperke már nem sok meglepetést tartogat számunkra, ez azonban nem minden gombafajra igaz. Az erdőkön és mezőkön található gombák nagy része csupa rejtély. Így például nem tudni, hogyan működik a gombák beépített időzítője.
Az erdei szömörcsök például úgynevezett boszorkánytojásként kezdi az életét. Hirtelen működésbe lépnek a természet láthatatlan erői, és bizarr teremtményt hoznak létre. A szömörcsök különös formájú termőteste akár 20 cm hosszúra is megnőhet. Dögszagra emlékeztető bűze vonzza a legyeket. Az erdeinkben azonban olyan gombafajok is élnek, amelyek leginkább földön kívüliekre emlékeztetnek. Gomba születésekor 4-6 csáp bújik elő a tojásszerű burokból. A bizarr polip gomba Ausztráliából származik. 1913-ban hozták Európába, azóta egészen elterjedt a kontinens középső részén. Ha a micélium szabályosan növekszik minden irányban, a termőtestek elhelyezkedése mutatja a telep szélét. Ezt hívják boszorkánygyűrűnek. A feltűnő légyülő galóca gyakran sűrű csoportokban nő. Valószínűleg ez Európa legismertebb gombája. Jellegzetes külseje alapján könnyű felismerni, minden bizonnyal ennek köszönheti legendás hírnevét is. Az őseink feltehetőleg már évezredekkel ezelőtt is tudták róla, hogy mérgező. Az minden esetre biztos, hogy a középkorban jól ismerték. Az alkimisták és a varázslók szorgosan kísérleteztek titkos kamráikban. Sokan szalamandrákból és a kígyókból vonták ki titokzatos eszenciáikat. Néhány elixír elkészítéséhez légyülő galócára is szükség volt. A légyülő galóca méreganyaga érzékcsalódást és hallucinációt okoz, nem meglepő, hogy kábítószerként is használták. Nagyobb mennyiségben azonban igen veszélyes lehet, a mérgezés súlyossága itt is az elfogyasztott mennyiségtől függ. A légyülő galócát egészen a 19. századig sok helyen háztartási célokra használták, különösen vidéken. Néhány nyers gombát apró darabokra vágtak. Ezután tejet adtak hozzá, ami elnyelte a méreganyagot, az úgynevezett muszkarint, és már kész is volt a tökéletes légycsapda. A bosszantó kis rovarok nem bírták megállni, hogy ne igyanak bele a tejbe, és hullottak, mint a legyek. A légyülő galócával szemben a mérges pókhálós gombának nincs semmilyen különös ismertetőjegye. Ez növeli az esélyét annak, hogy valaki összekeveri valamelyik ehető gombával. A következmények szinte mindig végzetesek. A mérges pókhálós gomba a halálosan mérgező fajok közé tartozik. 1957-ben a lengyel újságok aggasztó hírekről számoltak be. Mivel hirtelen megnőtt a pókhálós gombák száma, a szokásosnál jóval többen szedtek belőlük. Rövid idő alatt összesen 19-en haltak meg gombamérgezésben, mindez egy apró, jelentéktelennek tűnő gomba miatt. Való igaz, hölgyeim és uraim, a Közép-Európában előforduló 3000 nagy gomba közül mindössze 300 számít ehetőnek.
A többi emberi fogyasztásra alkalmatlan. Vannak köztük olyan fajok is, amelyek feltehetőleg mérgezőek, vagy bizonyítottan azok. Akár halált is okozhatnak. A hazai gombafajok közül szerencsére csak 10 számít halálosan mérgezőnek. Ha nem biztosak benne, hogy sikerült azonosítaniuk a gombát, hagyják ott, ahol találták. Amennyiben bizonytalanok a dolgukban, vegyék fel a kapcsolatot egy szakértővel. Szinte mindenhol élnek mérges gombák, azt hiszem találtam is egyet. Úgy bizony, ez a büdös galambomba. Néhány mérges gomba egészen furcsán viselkedik, mivel önmagukban nem okozhatnak semmilyen problémát. Ha azonban alkoholt is fogyasztunk mellé, annak igen súlyos következményei lehetnek. A ráncos és a kerti tintagomba május elején jelenik meg, főként a lombhullató erdőkben. Mind a két faj igen törékeny és rövid életű. A szakértők szerint érdemes még azelőtt leszedni őket, hogy elérnék végleges nagyságukat. Az apró gombák elkészítése sok türelmet igényel, de az ínyencek tudják, hogy megéri a fáradtságot. Még ha nincs is elég belőle, érdemes felhasználni, mivel igen kellemes ízt ad a gombaételekhez. Azonban hiába készült el a leves, nem biztos, hogy a gombát meg is tudjuk emészteni. Ez nem az összetevőktől függ, hanem attól, hogy fogyasztunk-e alkoholt mellé, vagy sem. A ráncos és kerti tintagomba olyan anyagot tartalmaz, amely csak az alkohollal együtt okoz mérgezéses tüneteket. Az áldozat hamarosan kipirul, elszíneződik a bőre, és nehezen kap levegőt. A tünetek szerencsére a legtöbb esetben nem életveszélyesek. Ha azonban mellőzzük az alkoholt, kockázat nélkül élvezhetjük a tintagomba csodás ízét. Még a nagyvárosok szívében is vannak zöld területek. Ezeken a helyeken nem csak emberek élnek. A gombászok akár a városközpontban is sikerrel járhatnak. Az ízletes májusi pereszke például a parkok gyakori vendége tavasszal. A gombák általában a víz miatt kedvelik ezeket a zöld oázisokat. A nedvesség hatására sok különböző faj nő ezeken a helyeken, mintha csak az életvize folyna a locsoló csövekből. Azonban az állandó öntözés nem csak a májusi pereszkéhez hasonló ehető gombáknak kedvez. A téglavörös susulyka régóta megtelepedett a városi parkokban, könnyű összekeverni az ehető gombákkal, ám a kalapján lévő hasadások segítenek felismerni. Bármilyen gombát is találunk, érdemes megkeresni valamelyik szakkönyvben. Még a parkban növő gombákról sem tudhatjuk biztosan, hogy mérgezőek-e vagy sem. Aki eszik a téglavörös susulykából, az komoly veszélynek teszi ki magát, akár meg is halhat. Már 50 gram is halálos lehet. A susulyka méreganyaga a légyőrő galócához hasonlóan a muszkarin, ám lényegesen nagyobb koncentrációban. Egyetlen ilyen gomba akár 200-szor annyi méreganyagot tartalmazhat, mint egy légyőrő galóca. Csak néhány susulyka
és meg is van az 50 gram. Európa legmérgezőbb gombája, a gyilkos galóca, szintén előfordul az osztrák erdőkben. A kalap alatt általában hártyás gyűrű található. A gyilkos galóca legbiztosabb ismertetőjele azonban a tövénél található bocskor. A gyilkos galóca megjelenése a korától függően változó lehet. Többfajta élőhelyen is előfordul, így a lombhullató erdőkben és a fenyvesekben is. Sokféle alakot ölthet, gyakran összekeverik más fajokkal, például a fiatal galambgombákkal, amiket egyébként is nehéz felismerni, amíg nem nőnek meg teljesen. Az öregebb gyilkos galócákat könnyű összetéveszteni a dióízű galambgombával, amely nagyon népszerű a gombászok körében. Ha tehát nem ismerjük nagyon jól a keresett faj kinézetét, jobb, ha békén hagyunk minden olyan gombát, aminek bocskor van a tövében. A gyilkos galóca már kis adagban is súlyos mérgezést okozhat. 11 gram is elég ahhoz, hogy megöljön egy felnőttet. A méreganyagok a gomba minden részében jelen vannak, és nagyon ellenállóak. Még a forró vízben való főzéstől sem pusztulnak el. A szárítás sem segít. Hiába tűnik el a nedvesség, a gomba ugyanolyan mérgező marad. Ha gyilkos galócából készült ételt fogyasztunk, az könnyen az életünkbe kerülhet. Ráadásul a mérgezés első tünetei csak 8-10 óra elteltével jelentkeznek. Az első jelek a rosszul lét, a hányás és a hasmenés. Ezeket nagyon komolyan kell venni. Ha a tünetek nem enyhülnek, az gyilkos galócára utal, ilyenkor már minden perc számít. A mérgezés végkimenetele attól függ, mennyire károsodnak a belső szervek, különös tekintettel a májra. A májkárosodás nagyon veszélyes. A halálos gombamérgezések 90%-áért a gyilkos galóca a felelős. Sokan még ma is azt hiszik, hogy azok a gombák, amiből a mesztelen csigák is esznek, nem veszélyesek. Ez a tévhit nagyon veszélyes, és valószínűleg sok haláleset vezethető vissza rá. Egyes állatok ugyanis még a mérges gombák legmérgesebbikére is különleges ingyencfalatként tekintenek. A csigák nyugodtan ehetnek a gyilkos galócából, anélkül, hogy bármi bajuk történne. A mesztelen csigák gerinctelen puha testűek, és mint ilyenek, immunisak a legtöbb gombamérgével szemben, még akkor is, ha azok halálosak a melegvérű állatok és az emberek számára. Reszelő nyelvükkel bátran végigkóstolhatják az összes mérges gombát, köztük a téglavörös susulykát is. Csak azok lehetnek biztosak abban, hogy elkerülik a mérgező fajokat, akiknek megvan a megfelelő szakmai hátterük és személyes tapasztalatuk. Nincs két egyforma példány. Ezért a gombafajokat gyakran nem könnyű feladat ránézésre megkülönböztetni egymástól.
A gomba születését apró szemcsék, az úgynevezett spórák indítják el. Ha megfelelő talajra hullanak, kicsíráznak és növekedni kezdenek. Gyakran a legapróbb lökés is elegendő ahhoz, hogy az apró gombaspórák a levegőbe emelkedjenek, az átmérőjük mindössze néhány század milliméter. Az érett gombák, spórák milliárdjait bocsátják a levegőbe, igen hatékony módja ez a szaporodásnak. Bizonyos gombafajok különösen gyorsan nőnek az ételeken, ilyenek például a penészgombák. Ha a kenyeret 4 hétig a levegőn hagyjuk, így fog kinézni. Teljesen benövi a penész. A penészes ételek emberi fogyasztásra alkalmatlanok, sőt, néha mérgezőek is. Van azonban egy penészgombafaj, ami igazi áldás az emberiség számára. Alexander Fleming, skót bakteriológus 1928-ban az influenza és a tüdőgyulladás gyógyszere után kutatott. De nem ezt tette világhírűvé, hanem az a penészgomba, amit teljesen véletlenül fedezett fel. Az egész akkor kezdődött, amikor Fleming 1928 nyarán elutazott otthonról, hogy kikapcsolódjon egy kicsit. Azonban néhány baktérium tenyészetet elfelejtett visszatenni a hűtőbe. Fleming elhagyta a laboratóriumot. Egy bizonyos gombafaj spórái véletlenül épp a kint felejtett petri csészéken landoltak és növekedésnek indultak. A gyorsan növekvő penészgomba elpusztította az útjába kerülő kórokozókat, a gombatelep körül nem maradt egy baktérium sem. Amikor Fleming néhány hét múlva visszatért a nyaralásból, azonnal megértette, mi történt. Felfedezte a világ első igazán hatékony antibiotikumát. A gombát ecsetpenésznek, latinul penicilliumnak hívták, innen ered a penicillin elnevezés. A penicillin forradalmasította az orvostudományt. Alexander Fleming tehát egy jelentéktelennek tűnő penészgombának köszönheti világra szóló hírnevét. 1945-ben Nobel-díjat kapott a penicillin felfedezéséért, ami ma is számos antibiotikum alapanyagát képezi. De nem csak az emberek húznak hasznot a gombák rejtélyes tulajdonságaiból. A trópusi esőerdőkben számos olyan faj él, amely valamilyen módon a gombákra van utalva. Ezeket a bonyolult összefüggéseket máig sem sikerült teljesen megértenünk. A mikológusok becslése szerint a trópusi fajoknak csupán a 30%-át ismerjük. Az esőerdők egyik lakója az évmilliók során a tökére fejlesztette a gombatermesztés művészetét. Ez a levélvágó hangya. A 10 000 fős hangyasereg számtalan levéldarabot cipel magával, amelyeket éles rágóikkal metszenek le a növényekről. Zöld szállítmányukat a föld alá viszik. A talaj felszíne alatt hatalmas gombafarmot hoztak létre, amelynek a működése ma is rejtély. A betakarított levelek végül a kiterjedt és szövevényes járatrendszerben kötnek ki. A hangyák trágyaként használják őket az itt termesztett gombák számára. Ha közelebbről is megnézzük a hangyabojt, láthatjuk, hogy a gomba mindenütt jelen van,
s vattaként borítja a járatok falait. Ezek a közösségalkotó rovarok teljesen önellátók. Rendszeresen lelegelik a föld alatti gombaültetvényeket, így jutnak táplálékhoz. A gombafonalakat élő építőanyagként használják. A gomba szép lassan az összetett építmény részévé válik, ami tökéletesen beleillik a hangyák elképzelésébe. A hazai erdőkben is él néhány különös faj, ilyenek például a nyálkagombák. A nyálkagombák fejlődése több szakaszból áll. Ezek az élőlények a helyváltoztatás igen érdekes módját fejlesztették ki. Ellepik a korhadó farönköket és leveleket, felemésztve az összes baktériumot, ami az útjukba kerül. Bár nincsenek szerveik, képesek egyfajta pulzáló érhálózatot kialakítani, ez azonban csak ideiglenes megoldás. Ha az időjárás vagy a levegő páratartalma kedvezőtlenné válik számukra, újabb változáson mennek keresztül, és visszanyerik eredeti formájukat. Egyelőre még a mikológusok is csak keveset tudnak ezekről a különös élőlényekről. Ezeket az erdőlakókat viszont nagyon is jól ismerjük. A gombászok évszázadok óta vadásztak erre az ínyenségre, amelyért egyesek kisebb vagyonokat is hajlandók kifizetni, íme a szarvasgomba. Bár a külsejük nem túl megnyerő, különleges ízük miatt az ehető gombák kaviárjának számítanak. Gumószerű termőtestük a föld alatt nő, az erdő talajában. Bár általában nem látszanak a felszínen, néhány állat képes kiszagolni őket. A legfontosabb szarvasgomba lelőhelyeken, így például Olaszországban és Franciaországban, disznókat használnak a gomba felderítésére. Kifinomult szaglásuk segítségével pontosan meg tudják mondani, hol rejtőznek a föld alatti gumók. Nemrég még a hagyományos piacokon árulták ezt a nehezen beszerezhető finomságot. Az árat alkudozás útján határozták meg. A szarvasgomba azonban manapság már a nemzetközi piacon is kelendő árunak számít. Ez a fenséges gomba az elmúlt évtizedekben egyre népszerűbbé vált, különösen a nemzetközi elit körében. Azonban a sokak által kedvelt nemes gumók továbbra is csak természetes élőhelyükön, a tölgyek, nyárfák, mogyorófák és bükkfák közelében nőnek. A szarvasgombavadászok módszerei sem sokat változtak. A disznóval történő gombavadászathoz rengeteg türelemre van szükség, ezeket az állatokat nem lehet siettetni. A disznók intelligens állatok, és jól tudják, mennyit érnek. A gombász disznók gazdái tudják, jó oka van annak, hogy az állatok minden második lépésnél megállnak és körbe szagláznak. A házi sertések sokat megőriztek vadon élő rokonaik, a vaddisznók tulajdonságai közül. Ezért van az, hogy szinte bármit szívesen megesznek. A mindenevő disznók érzékeny orrának az erdő talaja valóságos tejjel mézzel folyó kánoán. Mindenütt növények, állatok és gombák várnak rájuk. A disznó gazdájának fel kell ismernie a megfelelő pillanatot, különben az állat pillanatok alatt megeszi az értékes zsákmányt. Thank you.
A szarvasgombák mérete és minősége igencsak változó, elsősorban a fajtól és a lelőhelytől függ. A gumókat azonban csak a nap végén válogatják szét. Bár a vadászat már nyár végén megkezdődik, az ősz a hagyományos szarvasgomba szezon. Nem sokkal napkelte után hirtelen megelevenednek a szunnyadó házak. A nap első sugarai a kutyát is felébresztik. Ezt az állatot szarvasgombavadásznak nevelték, és most kezdődik a munkanapja. A kutya és a gazdája közötti kapocs igen erős. Ez nem meglepő, hiszen Tony Plá, a hivatásos burgundiai szarvasgombavadász, teljes mértékben négylábú társára van utalva. Azonban a kutyát nem nehéz meggyőzni, gazdájával együtt mindketten imádják a szarvasgomba vadászatot. Amint felkelnek, egyből indulnak az erdőbe. A hagyomány ellenére egyre kevesebben használnak disznót Burgundiában és a többi mediterrán szarvasgomba lelőhelyen. A lassú sertések helyét a kutyák veszik át, akiknek szintén kiváló a szaglásuk. Ráadásul a kutyák rajonganak a vadászatért. A gombász kutyákat általában különleges iskolákban képezik ki, de az is előfordul, hogy a gazdájuk tanítja be őket. Ám az egész szak csábításának még a legokosabb tanítvány se tud ellenállni. A hivatásos gombavadászok tudják, hogy nem árt, ha hagynak némi szabadságot négylábú társuknak. A kutyák ezután még lelkesebben látnak munkához, ha szagot fognak. Ezeknek a keverék kutyáknak a gombavadászat az élete. Szemmel láthatólag őket is legalább annyira feldobja a munka, mint a gazdájukat. A szarvasgomba nem valami vonzó látvány, amíg meg nem tisztítják. A szakértők már a szaga alapján meg tudják mondani a gombáról, hogy milyen állapotban van. A kutyának is az emlékezetébe kell vésnie a szagot, mielőtt megkapja a jutalmát. Ez a sajtdarabka segít megőrizni az állat lelkesedését, ráadásul így kellemes emlékeket társít a szarvasgombához. Mielőtt tovább indulnak, a lelőhelyet újra betakarják földdel és leverekkel, nehogy megsérüljön a micélium. Ez a kevés szarvasgomba sok órányi munka eredményeképpen gyűlt össze. A burgundiai és perigordi szarvasgombák belseje jellegzetes mintát mutat. Utánozhatatlan ízük még a legegyszerűbb fogást is igazi ínyenc falattá varázsolja. Szarvasgomba. Az egyik legízletesebb ehető gombaként tartják számon. De vajon hol terem? A francia és olasz lelőhelyekről mindenki hallott már, de vajon tudta, hogy Ausztriában is előfordul? A mikológusok szerint a bécsi erdőben, Burgenlandban, Steyerországban, Karintiában és Felső Ausztriában 10-nél is több fajuk él. De hogyan találjuk meg őket? Ez nem könnyű feladat, ha csak nincs egy gombász kutyánk vagy disznónk. Ausztriában azonban nem sokan tartanak ilyen állatot, ennek ellenére itt is van néhány hivatásos szarvasgombavadász, ők segítség nélkül is képesek megtalálni a zsákmányt. Mások nem vadásznak a gombákra, hanem kutatásokat végeznek rajtuk. Az eredmények nagyon biztatóak, elképzelhető, hogy a jövőben a saját kertünkben is termeszthetünk majd szarvasgombát. A Bécsi Növénytani Intézetben már régóta kísérleteznek a szarvasgombák termesztésével.
Alexander Urbán botanikus szerint minden remény megvan arra, hogy a gombák királynőjét hamarosan elkezdhetik majd nagy mennyiségben termeszteni. A szarvasgomba a vargányához hasonlóan bizonyos fák finom gyökérszálaival él szimbiózisban. Az eljárás lényege az, hogy a fiatal fákat életképes szarvasgomba fonalakkal oltják be. Mondani persze sokkal könnyebb, mint csinálni. Amit itt látunk, az sok éves kutatás eredménye. De úgy tűnik, a hosszú várakozás meghozta a gyümölcsét. Több száz fiatal fát oltottak be, és tartottak ideális körülmények között egy üvegházban 2 éven át. Rendszeresen ellenőrzik a fejlődésüket. Az összes földet el kell távolítani, hogy közelebbről is szemügyre vehessék a gyökereket. A mikroszkópos vizsgálatból kiderül, hogy mennyire eredményes a kísérlet, amelynek a szarvasgomba kert létrehozása a fő célja. Jól látszik, hogy a gyökerek egy részét vastagon benőtték a gombafonalak. Ha minden igaz, 3-4 év múlva a termőtestek is megjelennek. Ízletes szarvasgomba az osztrák gombakertekből, hát nem csodásan hangzik. A fehér szarvasgomba valamivel világosabb és gyengébb minőségű, de így is igazi ínyenc falat. Az osztrák erdőkben is előfordul, de tudni kell, hogyan találja meg az ember. A felhőszakadások során gyakran annyi eső esik, hogy a talaj nem tudja elnyelni. Ilyenkor a víz gyakran elmossa a földet, felfedve a gombák gumóit. Walter Klofác a zivatarok után gyakran jön ide, hogy átkutassa a töltések falát. Sokszor meg is találja, amit keres. Bár a fehér szarvasgomba akár krumpli méretűre is megnőhet, piaci értéke viszonylag kicsi. A világ legdrágább gombájával biztosan nem szállhat versenybe. Most látogassunk el a középkori Japánba. A Matsutake gomba. A 11. században a császári udvarhölgyeinek még a nevét is tilos volt kimondaniuk. Ez a legendás gombafaj főleg a fenyvesekben fordul elő. Évszázadok óta kutatják különleges íze miatt. Sokan úgy hiszik, ez a gomba növeli a nemi vágyat, valószínűleg a formája miatt. Közeli rokona, a foltos tönkű gyűrűs pereszke Közép-Európában is előfordul, bár igen ritka. Japánban a Matsutake gomba évszázadokon át megtartotta szimbolikus jelentőségét. Ma is értékes ajándéknak számít, amit azonban tilos nőknek adni. Állítólag egy alkalommal valaki több mint 10 000 dollárt fizetett ki egy összeillő párért. Szerencsére nem feltétlenül kell ennyit fizetnünk érte, kisebb adagokban is kapható, vékony szeletekre vágva. Végül sikerült találnom néhány ízletes darabot. A gombászás igazán kellemes időtöltés. Néhány faj a boltban is kapható, de általában nem túl olcsók. A japán matsutake árával azonban nem versenyezhetnek. Sokáig el se tudtuk képzelni, honnan jönnek a gombák. Ma már tudjuk, hogy a micéliumból nőnek ki. Ezek a jelentéktelennek tűnő fehér szálak hatalmas hálót alkothatnak, és egész kontinenseket szőnek át. Ez a világ legösszetettebb ökoszisztémája, aféle szerves internet. A 21. század tudósai tehát lényegében igazolták azt, amit a primitív törzsek már sok nemzedékkel korábban is sejtettek. Egy szibériai legenda szerint
A fákat, erdőket és síkságokat rejtélyes erő járja át, a gombák szelleme. Írta és rendezte Kurt Mündl, fényképezte Franz C. és Kurt Mündl, narrátor Újréti László, magyar szöveg Sóskuti György, szerkesztő Németh Beatrix, hangmérnök Böhm Gergely, gyártásvezető Tóth Flóra, szinkronrendező Sostarics Ágnes. A magyar változat a Duna Televízióban készült.